Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A magyar rögbi válogatott a Mándokon győzte le Dánia csapatát. Megszerezte első hazai győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Két érmet nyertek az IFI bajnokságon az NVSC Big Boxing bunyósai. A kiemelt alapszakaszba jutottak a nyíregyházi kadett kosarasok. Rakamazon játszik vasárnap a megye egyben listavezető Balkány. Közel 100-an léptek küzdőtérre az Izsó Mihály emlékversenyen. A magyar rögbi válogatott győzelmével végződött a Dánia elleni Európa-bajnoki selejtező. A Mándokon lejátszott mérkőzésen a hazaiak 25-13-ra verték ellenfelüket. Kemény volt az elején, de organizáltan és ilyen magabiztosan meg tudtuk tartani a labdát. Szerintem ebben egy kicsit kifáradtak a dánok, és mi a kevés jó akciónkon tudtunk pontokat szerezni, úgyhogy így felment az állás mi részünkre, és így szerintem megkönnyebbítettük magunknak a dolgokat. Milyen közösség, milyen társaság ez a magyar válogatott? Ez nagyon-nagyon jó a hangulat, mint egy, azt tetszik benne, hogy egy ilyen barátcsoport, mindenki jól érzi magát egymással, de az is a jó, hogy amikor dolgozni kell, akkor dolgozik, amikor szorgalmasan kell csinálni a dolgokat, és előkészülni a meccsre, akkor senkit sem lehet hallani, de azon kívül nagyon tudunk szórakozni, és jól érezzük magunkat. Amatőr sportágról van szó Magyarországon, magyar rögbi válogatott tagjai mondjuk heti szinten mennyit készülnek? Azt ugye tudjuk, hogy mennyit edz egy futball is, egy kosárlabdázó, egy röplabdázó, vízlabdázó, de a rögbiben ez hogy néz ki? Az edzések az olyan kétszer vagy háromszor szoktak lenni hetente, de ehhez hozzá kell adni még a fizikai formát, ami nagyon fontos, az még pluszba jön, konditerem, meg futás. Meg. Rólad mit kell tudni, hol játszol? Én Franciaországon játszom kint. Én ott élek, mert anyukám magyar, apukám francia, úgyhogy jött egy kis klubba, Párizs környéken játszom. A Franciaország a világ elitbe tartozik rögbiben, hova juthat ez a magyar válogatott, amelyik két győzelemmel kezdte ezt a kvalifikációs sorozatot? Azt gondolom, hogy az a fontos, hogy most két utolsó évben 6 mérkőzést vesztettünk, néha nagyon kevés ponttal meg volt a szint. Az a fontos, hogy most legyünk magabiztosak, és majd utána gondolkozunk, hogy fel tudunk-e jutni egy divízióval, egy magasabb divízióra, vagy ne. De most az a fontos, hogy szerezzük vissza ezt a magabiztosságunkat. Elnök úr, kettő célja volt ennek a mai mérkőzésnek, egyrészt a győzelem, másrészt pedig, hogy egy a sportágban fehér foltnak számító területen népszerűsítse a rögbit ez a mérkőzés, azt hiszem mind a kettő maximálisan teljesült. Pontosan 4 célja volt, ha jó számolt, 4 célt vittünk, de amit mondasz, teljesen igaz. El kellett hozni a rögbit Kelet-Magyarországra, el kellett hozni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és el kellett hozni a kárpátai magyarokhoz is, akik szintén itt laknak a közelben, és Ungváron kiváló csapat van. Vannak magyar rögbisek a határon túl is, és emellett természetesen meg kell nyerni a mérkőzés, hiszen az Európa bajnoki sorozatban vagyunk, tegnap a futballisták szerepeltek, mi úgy beszéltünk, hogy szeretnénk kiköszörülni a csorbát, amit a magyar sporton esett tegnap, egy szerencsétlen utolsó percbeli góllal, és a rögbisek Dániát kétvárra fektették Európa bajnoki selejtezőn, ugye egy picit hoztunk a sporton, nagy öröm ez mindenkinek, nagy feszültség szabadul fel a játékosokból, nagyon nagy összefogás van emögött, nagyon nagy segítség, hiszen olimpiai sportról van szó, egy klasszikus, nagyon régi és szép polgári sportról van szó. Nem tudom, látták és vették-e, a veszes dán csapat tagjai sorfaltával megtapsolják a győztes, csodálatos érzés. Kettőből kettő eddig a mérleg, egy új úton indult el a magyar rögbi sport, ezek szerint jó ez az irány, hogy néz ki a folytatás? A győzelem mindig jó irány, Finnországba megyünk, a norvégok jönnek. Ha ezt a két mérkőzést abszolváljuk, papíron nálunk gyengébb ellenfeleket, tehát hogy látják a rögbiben, azért nincs gyenge ellenfél. Ha ez megvan, akkor szintet lép a magyar 15-ös rögbi. Jövő nyáron Burgászban, Bulgáriában szeretnénk megnyerni a 7-es csoportunkat, és szintén szintet lépni. A lányokra Magyarországon vár feladat a női csapatra, úgyhogy dolgozunk. Ha megvan az a támogatottság, amit a magyar kormánytól kapunk, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon szép jövő elé nézünk, és egy igazán csapatépítő, közösségépítő sportág tudja újból megereszteni a gyökereit Magyarországon, és egy szép történelmi jövő elé nézhet. Köszönjük!
Megszerezte első hazai győzelmét a női kézilabda NB1-ben a Kisvárda Masterbud. Kovács Péter együttese 23-22-re verte az Albafehérvár csapatát. Támadásban beragadta rajtnál a hazai csapat, az első kisvárdai gólnak a 13. perc közepén örülhetett a közönség. A védekezés azonban rendben volt tekintve, hogy addig mindössze 2 gólt kapott Kovács Péter együttese. A folytatásban sem potyogtak a gólok, 8-8-as állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok. A második félidőt a Kisvárda kezdte góllal, majd fokozatosan elléptek ellenfelüktől Dimitrovicsék, 4 gólra nőtt a 2 csapat közötti különbség. A vendégek azonban nem adták fel, felzárkóztak, és a meccs végén az egyenlítésért támadhattak. Roha azonban belepiszkált az utolsó paszba, így első hazai győzelmét ünnepelhette a kisvárdai együttes. Mondható, hogy igazi kézilabda krimit látott, tehát olyan fordulatokkal, vagy hát olyan izgalmakkal, ami nem mindennapos, mi természetesen nagyon örülünk a győzelemnek. És régóta várunk erre, főleg, hogy itthon is tudjam érni és nyerni, és köszönöm Ritának a sportszerű gratulációját, és én úgy gondolom, hogy tehát a színvonalban nem is, de mégis tehát akaratban és versenyszellemben és különböző taktikai megfontolásokkal egy nagyon komoly csatát tudtunk vívni. Az EHF kupában is érdekelt fehérváriak edzője szerint sokat hibáztak játékosai, így megérdemelt a hazaiak sikere. Ennyi hibával, amivel ma játszottunk, főleg az első fél időben nem lehet játszani és 8 gólt lőni, teljesen mindegy, hogy otthon vagy idegenben, ez nagyon-nagyon kevés. Amire készültünk, hogy a nagyon nagy tempót diktáljunk és nagyon sok lerohanással játszunk, gyakorlatilag a védelmünk teljesen jól működött, gyakorlatilag saját magunk ellen fordítottuk a fegyverünket, már az első fél időben több lerohanás gólt kaptunk, mint amennyit lőttünk. A második fél időben igazából próbáltunk mindig felzárkozni, illetve fordítani, de hát nagyon buta hibákat követtünk el. A kisvárdai győzelemben kulcs szerepe volt Jekatyerina Dzsukevának, aki több bravúra segítette csapatát. Today we won first Leica team. Júliustól azért dolgozunk, hogy igazi csapatot alkossunk. Jó irányba haladunk, és ez a mai győzelem jelentős lépés volt a csapattá válás útján. Szerdán még 2 mérkőzést játszottak a női NB1-ben, a Győr 33-16-ra győzött Békés Csaván, a Debrecen pedig 22-22-es döntetlen játszott az Érddel. A bajnokságban 2 győzelemmel és 3 vereséggel álló Kisvárda legközelebb október 19-én Magyar Kupa mérkőzésen Orosházán lép pályára. Két versenyző képviselte az NVSC Big Boxingot az ifjúsági országos ökölvívó bajnokságon. Mindkét versenyző éremmel tért haza Budapestről. 49 egyesület, 76 induló. Ez tavaly 75 volt, tehát sajnos ez az ifi korosztály már ilyen csökkentett létszámmal tud működni. Mi 2 versenyzővel vettünk részt, 49-ben Moldoványi Bence, 69-ben pedig Vánszkó Attila. Milyen eredményt ért el a két srác? Összességében elégedett vagyok az eredménnyel, Moldoványi Bence ezüstérmes lett. Persze itt azért meg kell jegyezni, 49 kilóban 2 voltak, tehát lényegében döntőztek. Az énekesen még 5 induló volt évelején, azóta már ennyien maradtak az OB-ra. Végigboxolta, jó mérkőzés volt, de egyértelműen a madárfészek versenyzője volt az esélyesebb is, és tehát a papírforma beigazolódott. A Vánszkó Attila, ő most ősztől kezdett el nálunk versenyezni. Édesapja Vánszkó Csaba volt eddig az edzője. Egy hónap alatt próbáltunk azért új dolgokat venni és jól felkészülni. Úgy gondolom, hogy ez elég jó sikerült, mert eddig még neki nem volt semmilyen eredménye az országos bajnokságon. Most 2 nyert mérkőzéssel bronzérmet szerzett. Ez azért egy sűrű súlycsoport volt 13 indulóval, a legsűrűbb az OB-n, és első meccsét idő előtt nyerte, a másodikat pontozással, nagyot harcolt, az elődöntőbe pedig megint csak a papírforma igazolódott be. Kozák László azért egy klasszis bunyós EB ezüstérmes pontozással legyőzte Attilát, de nagyon-nagyon jó mérkőzést vívtak együtt. Mi lesz a folytatásban, milyen országos bajnokságok várnak még rátok? Még az OB folytatódik, tehát lesz a junior OB október végén, ott kb. 3 sráccal fogunk menni, illetve most hétvégén szombaton Kovács Ricsivel kezdünk visszarázódni. Ugye neki volt egy jó fél éve érettségi, felvételi
amikor nem versenyzett, kevesebbet is edzett, most elkezdődött szépen a felkészülés, most van egy U21-es döntő, ahol ő nem mint résztvevő, hanem mint egy prestige fight a könnyű Ricsivel, aki szintén ifi bajnok volt, akár csak a Ricsi, illetve többször bunyóztak egymás ellen oda-vissza, és most ez egy ilyen visszatérő lesz. Mindenképpen akarom boxoltatni, hogy a felnőtt OB előtt legyen már éles mérkőzése. Lányok? A lányok november elején 2-6 indulnak be, ott egy 5-6 fővel indulunk, reméljük, hogy egy-két bajnoki címet is be tudunk gyújtani, illetve jó esély van arra, hogy Kitti november 14-24 között Bulgáriában, Szófiában rendezik a felnőtt Európa-bajnokságot, hogy indul, legalábbis egyenlőre úgy néz ki. Az elmúlt hétvégén Budapesten rendezték meg az ifjúsági országos bajnokságot. Milyen reményekkel, milyen célra utaztál, milyen erős volt a súlycsoportodban a mezőny? Nagyon erős volt a súlycsoport, ebben indultak az egyik legtöbben. 69 kg-ban indultam, több kiemelt is volt a súlycsoportomban. Hát érmet vártam magamtól, és hál' Istennek sikerült is. Nagyon jó felkészülést kaptam. Most költöztem ide nemrég Nyíregyre, mivel itt folytattam tovább a tanulmányaimat, a Nyíregyházi Egyetemen, testnevelés történelem szakon. Kisebb koromban ide versenyeztem, és úgy döntöttünk édesapámmal, hogy ugyanígy folytatom a tovább a versenyzést. Nagyon jól sikerült a felkészülés, és meg is lett az eredménye. Hányat kellett boxolnod, kikkel boxoltál, és hogy jutottál el az éremig? 3 meccset boxoltam, mind a 3 srác nagyon jó volt. Első nap egy központi sportiskolás sráccal boxoltam. Nagyon jó formában voltam, minden ütésem talált és erős is volt. Ennek meg is lett az eredménye, a 3. menet végén technikai KO-val nyertem. Második nap egy balatonlelei sráccal boxoltam. Ez már elég szoros meccs volt, 3-2-vel győztem, de úgy hiszem, hogy megérdemlem ezt a meccset, mert minden hangsúlyosítés az enyém volt. A 3. nap volt a legnehezebb feladatom, úgymond ez volt nekem a döntőm. Kozák Lászlóval boxoltam, ő egy madárfészkes srác. Őtől kikaptam egy hangú pontozással, de megtettem mindent, és úgy gondolom nagy csatában maradtam alul. Bejutott a fiú kadett korcsoportos kosárlabda országos bajnokság kiemelt alapszakaszába a Nyíregyházi Sportcentrum együttese. Bocskó Ádám csapata a keleti 8-asban szerepel. Nagyon átalakult a csapat, a tavalyi ezüstérmes csapatból 5 játékos maradt. A 2001-esek, és ehhez csatlakoztak 15-en, azaz jelenleg 20-as keretünk van, amiből azért zömébe 2002-esek alkotják a csapat magját. Milyen tervekkel változott neki ennek a századnak, és mennyiben már a bajnokságból? Az első legfontosabb tervünk az az volt, hogy a kiemelt bajnokságba jussunk, azaz 2 selejtező körön át kellett, hogy lépjünk, ez 6 mérkőzés jelentett, Szombathelyen és Sopronba játszottuk ezt a 6 mérkőzést, ebből 4-et megnyertünk, 2-t elveszítettünk, és így sikerült bejutni a legjobb keleti 8 csapat közé. Mi a legbonyolítás rendje? Lebonyolítási rend innentől kezdve, hogy a 8 keleti csapat oda-visszavágót játszik egymással, azaz 14 mérkőzés játszunk. Nagyon a szezon elején vagyunk mégis hová érhet oda ez az együttes? Ugye tavalyi ezüstéren, vagy a legutóbbi ezüstéren is abszolút bravúr kategóriába tartozott. Nehéz megjósolni, hogy idén mire fog ez a csapat jutni, mert még egyszer mondom, hogy zömébe 2002-esek alkotják a csapatot, egy 2001-es mezőnyben ez az egy év, ez nagyon-nagyon sokat számít, és kérdés, hogy fizikálisan hogy fogjuk bírni ezt a versenysorozatot. Szerkezetileg milyen a csapat, hiszen a legtöbb együttesnél már speciálisan kiászott magas gyerekek, vannak jó néhányan. Mint mindenhonnan, itt is hiány a magas center, úgyhogy próbáljuk ezt különböző taktikai megoldásokkal áthidalni, de úgy gondolom, hogy jól dolgoznak a fiúk, és mérkőzésről mérkőzésre egyre jobbak leszünk. Milyen körülmények között tudtok dolgozni, melyik edzettek? Nagyon jó körülmények között dolgozunk, 2-szer edzünk a Bencs szakiskolába, és 3-szor az Elk Zoltán általános iskolába. Mind a 2 terem szabványméret, mind a 2 teremben parkettaborítás van, és jó palánkok.
Bár legutóbb két pontot veszett a Tuzsér ellen, továbbra is a megyei első osztály tabellájának élén áll a Balkány együttese. Mirgai László csapata a hétvégén Rakamazoli pályára. Izgalmas mérkőzés volt, mert egy gólos meccs volt. Sajnos nem tudtunk gólt lőni, hál' Istennek az ellenfél se. Voltak helyzeteink az ellenfélnek is, de sajnos nem egy játékos csapat a Tuzsér, inkább ívelgette fel a kapunk elé a labdát, ezért olyan jó játék nem alakulhatott ki, de hát én azt gondolom, hogy ezzel a döntetlennel sem lehetünk elégedettek, mindig nem lehet nyerni. Mennyire várakozáson felüli a csapat szereplése, hiszen gyakorlatilag talán egy forduló volt, amikor nem vezette a tabellát a Balkány. Hál' Istennek veretlenek vagyunk még, de azt el kell mondani, hogy senki nem várhatja azt, hogy minden meccset meg fogunk nyerni. Én azt gondolom, hogy erőn felül teljesített a csapat, és azt gondolom, hogy a közönség is elégedett velünk. Természetesen voltak gyengébb meccseink, de hál' Istennek azokat is le tudtuk hozni. Szerintem erőn felül teljesítünk. 9 forduló már lement, azért egy pici mérleget lehet vonni, mennyire elős ez a megyei első osztály. Nagyon kiegyensúlyozott, mert ha megnézzük a tabellát, akkor a kiesés ellen is nagy harc folyik, és hát az első 6-7 csapat ugye 2-3-4-5 pontra van egymástól, tehát itt még bármi lehet, tehát egy erős, kimondottan erős megyei első osztály. A hétvégén egy rangadó következik, ahhoz a Rakamasz utazik a Balkány, amelyel tavaly nagy csatát hívott a megyei másodosztályban. Most milyen mérkőzésre lehet számítani, mennyire lesz nehéz megőrizni a veretlenséget, vagy esetleg egy újabb győzelmet szerezni? Rakamasz jó csapat, tudja mindenki, hogy a Madai Nagy Gyuri jó munkát végez Rakamazon. Megye 2-be is összecsaptunk, ott is nagyon jó mérkőzés volt, sok néző előtt. Azt gondolom, hogy most is izgalmas, jó mérkőzés lesz, hiszen egy játékos csapathoz megyünk. Mi is próbáljuk játszani a játékot, tehát izgalmas mérkőzés lesz, szerintem a nézők jól fognak szórakozni. Hát tőlünk már egy 65 fős busz megtelt, és hát sokan kocsikkal is jönnek, tehát olyan 100 ember biztos Balkányból el fog jönni, úgyhogy izgalmas rangadó lesz. 14 egyesület 97 versenyzője lépett küzdőtérre az újfehértói sportcsarnokban a második Izsó Mihály emlékversenyen. A csapatversenyt a 43 érmet szerző házigazdák nyerték. Ez egy nagyon összetett sportág, egy nagyon összetett harcművészet, ami az erősségünk, az egyben a gyengénk is. Az erősségünk az, hogy itt nálunk van állóharc, van dobásharc, van földharc, vannak eszközös formagyakorlatok, és el tudom mondani, hogy ez a legösszetettebb sportágak, harcművészeti ágak egyike, és csak a legjobbaknak való. Vannak sportágak, amiket természetesen mélységesen tisztelek, de szűk technikai repertoárral dolgoznak. Mi nálunk a kihívás az az, hogy egy harcosnak meg kell tanulnia a technikai repertoár összességét, amit egy harcosnak, amit egy harcművésznek tudnia kell. De én úgy gondolom, hogy az önvédelem, mint olyan, és a mai világban egyre inkább szükségszerű az, hogy az embernek legyen egy olyan magabiztossága, legyen egy olyan plusz tudása, arra a kempó a leginkább megfelelő. Mert megtanulnak a srácok utcai szituációkat, megtanulják a különböző versenyszituációkat, a formagyakorlatukat, az eszközök használatát. Persze nem egy év alatt, hanem ez egy rövid évtizedes program, amit most itt elmondtam, és az évtized után megkezdődik a csiszolás és a tökéletesítése ezeknek a technikáknak. Milyenek a kempósaink világviszonylatban? Büszkén tudom mondani, hogy a 16 év alatt ugye az nálunk a világkupát jelenti. A kempó stílusban a világon mi vagyunk a legjobbak, ezt a legutolsó bukaresti világbajnokság is fémjelezte. A felnőttek között a harmadik helyen végeztünk, egy nagyon erős román és egy tunéziai csapatot tudhattunk csak magunk előtt. De ahogy itt a megnyitón is mondtam, az idő múlik, és ezek a srácok meg a lányok be fogják tölteni a 16-ot, fölkerülnek a felnőtt mezőnybe, és sok edzéssel, kitartással, egy erős lélekkel és egy erős fizikummal biztos vagyok benne, hogy egy pár éven belül azt fogom tudni mondani, hogy a világ legjobbjai a magyarok a kempóban. Lesz-e utánpótlás? Gyönyörűen alakul az utánpótlás. Nem csak itt Újfehértón szépen meggyarapodott az egyesület, hanem az ország különböző pontjain is, az én egyesületemben is Budapesten. Én úgy látom, hogy nagyon tetszik a fiataloknak. Egy olyan lehetőség, amiben mindenki ki tud teljesedni. Tehát a kempónak a lényege az, hogy győzzél, tanuld meg a saját testet használni, tanuld meg az önfegyelmet, tanuld meg a kitartást, de nem ragaszkodunk ahhoz, hogy valaki csak a kezével, csak a lábával, vagy csak az állóharc, vagy csak a földharc, hanem ami a neki a leginkább megfelelő,
azzal fog tudni majd operálni. Milyen számokban indulhatnak a versenyzők is? A laikusok milyen kuriózumra, milyen csemegére számíthatnak ma? 7 versenyszám van. Vannak küzdelmi számok és technikai számok. A technikai számok a kata, fegyveres kata, hát a laikusnak az ilyen formagyakorlat és fegyveres formagyakorlat. Önvédelem, az egy erőre begyakorolt önvédelem, tehát ilyen küzdelem önvédelembe. A küzdelmi számok pedig a light contact, full contact, semi-contact, submission. Hát ez most, hogy laikus is megértse, ez a light contact, ez a kis box vagy a K1 szabályrendszere szerint működik, fél erővel, a full contact ugyanez, csak teljes erővel. Ott földrevitel is van, és a földön lehet folytani, feszíteni. A submissionnek a judo, a magyar megfelelője, tehát az ilyen földharc, állóharc, és van a gyerekeknek, a 14 év alattiaknak a kempo kumite, ami egy ilyen kis félerővel full contact, de mégsem full contact, tehát a gyerekeknek való. Milyen erőnléter bír most az újfejetői csapat? Hogyan képviselik a várost? Hál' Istennek, újfejetői csapat 18 évvel jelent meg a versenyen. Tavaly 16-an voltunk, tehát már 2-vel többen vagyunk. És nagyon sok az új versenyző, ennek nagyon örülök. Tehát 7-8-9-10 éves gyerekekből egyre többen járnak edzeni, és most őket is elhoztuk a hazai versenyre, és nagyon izgulnak, mert első versenyük, meg én is, hogy úgy fognak szerepelni. Polgármester úr, Újfehértó, milyen szerepet szán a sportnak? Azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszakban is és a jövőben is mi kiemelt szerepet szánunk a sportnak. Minden sportágban ezt is szeretném hangsúlyozni. Természetesen rendkívül fontos, hogy legyenek eredményes versenyzőink, hiszen az fogja motiválni a különböző sportágakban a többieket is. És rendkívül büszke vagyok személy szerint arra, hogy akár a mai rendezvényen résztvevő versenyzőink, akár a lovas sportban közreműködő versenyzőink országosan is, és most már mondhatom talán azt is, hogy nemzetközi színekben is megállják a helyeiket. Ehhez természetesen igyekszünk mindenféle segítséget megadni. Ha már vannak gyönyörű szép sportlétesítményeink, nyilván ezeket is felajánljuk, használják. Épp most a mai rendezvényen jelentettem be, hogy természetesen a kempósok minden évben a emlékverseny, illetve az országos bajnokság egyik fordulójára egész napra megkapják ingyenesen a helyiséget, hogy legyen kedvük minél többeknek arra, hogy ezt a fajta sportágot népszerűsítsék és hozzák az eredményeket. De ez igaz az úszókra is, és lehetne sorolni továbbiakban a többieket is. Mióta kempózol, és milyen gyakran edzetek? Heti 3 edzésünk van, hétfőn, szerdán, pénteken. Hát már 5. éve kempózok. Egy kicsit, amikor Izsó Misi bácsi meghalt, akkor abba hagytam, de utána visszatértem. Miért jó ez a sportág neked? Miért vált be? Egyrészt nagyon szeretek így boxolni, szeretem a kihívást, úgyhogy szeretem. Most milyen számban indulsz, és milyennek gondolod magad, milyen az erőnléted? Önvédelembe indulok, de csak azért indulok önvédelembe, mert a többire nem érzem magam felkészülnek, mert most hanyagoltam egy kicsit az edzés, mert a tanulással foglalkoztam. Későbbiekben visszatérsz teljes erővel? Mi az új kihívás? Szeretnék kijutni a VB-re, meg az Európa-bajnokságra. Ez lenne a fő célom. Túl van a fél idején a megyei futballszezon. Kvaka Árpáddal, az MLS megyei igazgatójával az elmúlt időszakot értékeltük. Nyugodtan mondhatom, hogy a várakozásoknak megfelelően nyugodtan eddig úgy lecsordogálnak a mérkőzések. Természetesen volt egy-két olyan eset, ami úgy kedélyeket borzolt, ez természetesen a megyei futballban benne van. Gondolok itt esetleg több kiállítással járó mérkőzésre, egy-két ugye visszhangos találkozóra, volt egy félbeszakadt találkozónk, de ott nem a játékosokkal volt probléma, hanem a nézők miatt kellett félbeszakítani egy mérkőzést. A bajnokság előtt beosztottuk a 132 megyei csapatot, sajnos már a bajnokság indulása előtt egy megyekettes és egy megyehármas csapat visszalépett, majd amikor beindultak a megyehármas küzdelmek, akkor így 2 héten belül még 2 csapat visszalépett. Ez sajnálatos, mert ugye elég sok munkája volt és elég sok mindent figyelembe kellett venni a versenybizottságnak, amikor ugye a csoportokat beosztották a megye 3-ba például, és nagyon jól sikerült, nyugodtan mondhatom, a beosztás területi alapon is, illetve hogy körülbelül mindenki hasonló mérkőzés számot játszon.
és ugye akkor jön egy visszalépés, akkor már van egy szabad nap, már kellemetlen az egész, ugye újsorsás már nem lehet csinálni, amikor már elindult a bajnokság, úgyhogy volt sajnos egy-két olyan egyesület, aki nem feltétlenül mérte fel a lehetőségeit a szezon előtt, hogy be tudják-e vállalni a megyei futballt, vagy nem. Sajnos végül úgy döntöttek, hogy nem tudják, visszaléptek. Remélem azért, hogy a jövőben nem lesznek ilyen. Az elmúlt években mindig van pár visszalépő csapat. Én azt tudom mondani, hogy aki nem érzi úgy, hogy végig tud menni egy bajnokságot, akkor inkább ne adja be a nevezését, mert az ilyenkor kellemetlen, hogyha visszalép, és a többi csapattal szemben is sportszerűtlen. Elindult a női megyei bajnokság. Hány csapattal, milyen lebonyolítási rend szerint? Bajnoki lebonyolítási rend szerint indult el a bajnokságunk, sajnos most csak 8 csapattal. Az elmúlt két évben mindig egy-egy csapattal csökkent a létszám. Ez sajnálatos. Igazából nem is tudjuk, hogy miért van ez. Annak ellenére egyre több helyen van női foci, meg fociznak lányok, de valahogy szervezett formában, felnőtt szinten úgy néz ki, hogy csökken a csapatlétszám. Utánpótlás szinten a leányú 15-ös bajnokságunk is beindult. Ez egy tornarendszerű bajnokság, már két tornát megrendeztünk, az viszont remek, ha csapattal, nyugodtan mondhatom, egyre színvonalasabb mérkőzésekkel zajlik. Hamarosan indul a megyei futszál szezon is, ott mekkora a mezőny? Október 17-én rajtul a megyei bajnokságunk, és nyugodtan mondhatom, hogy minden eddiginél nagyobb. 11 csapat adta le a nevezését, méghozzá 2 Borsod-Abaúj zemplini csapat is csatlakozott a mi megyei bajnokságunkhoz, hiszen Borsodban nincsen megyei bajnokság, így a Cigánd és a Mád csapatai is beléptek hozzánk, és új belépőként például egy olyan kispályás nagyhatalom, nyugodtan mondhatom, hogy Levelek végre elindult a futszál bajnokságba, vagy Gyulaháza mellett Nyírkarász, aki szintén a gyulaházi csarnokba fog játszani, tehát azért szerencsére vannak most már olyan újabb települések is, akik itt a nagypálya mellett a futszálba is megmérettetik magukat. És mivel 11 csapat van, 20 forduló, nyugodtan mondhatom, hogy október közepétől február legvégéig, március elejéig végigjátszák szinte a szezont. Melyek lesznek a meccsnapok? Marad-e a hétfő? Marad a hétfő este, természetesen abban az esetben, hogyha két csapat megállapodik, akkor ez eltérő is lehet, de az alap kiírásban hétfő este szerepel a megyei futszálbajnokságban. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.